Örülünk, hogy a Fundamenta visszatért a pénztár verseny támogatói közé. Hogyan értékeli, milyen volt az elődöntő mezőnye, mennyire voltak felkészülve a fiatalok? Nagyon hiszek abban, hogy ehhez a nemzetékhez, a fiatalokhoz, a diákokhoz is meg kell találnunk nekünk is az utat és a kapcsolódást. Rendkívül felkészültek voltak. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatal korban a politikai, gazdasági, pénzügyi folyamatokkal, fogalmakkal, tartalommal ilyen mértékben tisztában vannak a diákok és felkészültek. Nagyon élveztem a versenyt. Látott esetleg potenciális ügyfeleket is a diákokban? Nem csak potenciális ügyfeleket, hanem az elején úgy kezdtem, hogy felajánlottam a csapatnak, hogy tegeződjünk, hiszen a pénzügyi szférában, a szakmában tegeződni szokás, és azt gondoltam, hogy hát lehet, hogy pár év múlva a szakmában találkozunk újra. Kilépve innen a versenyből általánosságban, mit lehet mondani a magyar fiataloknak a pénzügyi felkészültségéről, tudásáról, edukációjáról? Nyilvánvaló, hogy az, aki erre a versenyre eljön, átlagon felüli érdeklődéssel, képzettséggel, információval rendelkezik. Általánosságban azért azt lehet elmondani, hogy még igencsak van mit tenni a pénzügyi kultúra terén, akár a tantervekbe épített pénzügyi kultúra, mint tantárgy terén. Ezt egyébként nagyon nagy mértékben támogatjuk mi, akár az egyetemi oktatásokban, oktatókkal is hozzájárulunk a pénzügyi kultúra oktatásához. És én azt gondolom, hogy ebben az életkorban kell elkezdeni, tehát nem csak az egyetemeken, hanem jóval fiatalabb korban.